A nap mindig fel kell, Konti. Igen. A sólyom magasan száll. Erdank, megint vádoljuk a erdőt. Persze, szétbasztuk őkre. Ez még nem az erdő, de invádolom. Itt van a baszva. Én meg kell ülni, tankos vagyok. Jó. Ember! Vén is arra van. El fogsz menni, nyugodj meg. Ez a gyerek nem fog elmenni. Szétbasztuk. Most volt még az anyámom. TP-zeket betusoljunk, hogy mi legyen? Lemenjek botra? Ne, TP-z vagyunk elegem. Buffot is hoztunk. Annyira akarunk, még dive-oltunk is egyen. Kemény vagyok. Te három vagy sarka. Csak. De én kemény vagyok. Ha? Van dupla, én szerintem én egy szolid 10 másodpercet túlélek. Hülye kanon! Menjünk hazafele, jó volt ez. Én átmegyek, te majd átosonsz. Én már Dance Selecti, hol vagytam? Azt mondjuk már rossz, tehát volna szerencse, hogy nem húztad be. Hát én kemény. Hát oké, okay. Insta haltál volna még akkor is, ami akármilyen kemény vagy. Hagyd, hogy engage-eljenek rá inkább, nem tudom. Sőt. Éréli át, ha tudjon. Ez lehet fájni. Konti tépész be azt ember. Ah, pöcsém az. Úgy kell flash-elnem, hogy lássák, hogy nekem még volt flash-em. Tessék be a kútba, az biztos, hogy észreveszik. Ezt nem hiszem, hogy észrevették. Be kellett volna flash-elni a kútba. Nem, végignézték, mondták, az a Leona jól lefogott végig egész fight alatt, meg se tudtam mozdulni. Szerintem nem ezt mondták. Szerintem egymást szittek. Persze nem mondták, hogy jaj, a gyerek tuti erre fogja kiverni holnap az iskolába. Hú, ezt leköriztem, mondta azért, hogy hívják Darben, mondta, mielőtt feladta volna kétszer. Persze, biztosan. De jó nap volt a supportom, aztán egyedül megoldottam az egészet. Mert mire kell zonyázni? Viszont ennyi elég volt. Mit ennyi? Nagy utcsó? Ah. Na, egy utcsó, nem mondtad be amúgy se. Úgy készültem, hogy ma fogadást indítom. Jó, tudod mit? Nincsen 11 óra, egy szuper utolsó. Hát nehezen tudsz jönni flexre, mert 4-en lennénk. 4-en meg nem lehet flexelni. Gyorsan kinyitom a ládámat. Még egy láda van benne. Hánykor kelek? Nem tudom. 8-ra megyek be talán. Hétre? 8-ra. Kéz, aki kitalált ezt, hogy 8-hol legyen munka? Nem tudom, lehetne úgy hamarabb is, vagy később. Hát később benne értem amúgy. Amint régebben volt értelme, hogy 8-hol volt munka, de ma már nem nagyon van. Vagy akkor volt fény? Már azon gondolkodtam, télen igazából nem tök mindegy, hajnal 5-kor is kezdhetnénk. Mondanám, hogy én mikor indulok, de 3 különböző időpontba szoktam indulni. Ezt vágom, Tihany. De például mondjuk, tehát most én
értem, hogy de például iskolakezdés is 8-tól van nagy, nagy, nagy általánosságban 7-8-tól szokott lenni általában kezdeni. Nem mondom, nálunk 7-től van ügyelet. Én azt mondom, hogy 9-10, aminek inkább talán 10-nek lenne így több értelme. Na, amúgy úgy kéne, hogy bemész a munkahelyedre, de csak 10-től dolgozol. Mert hogyha bemész 10-re, akkor jaj, még elmegyek reggelizni, meg 10 óra ízni. Nálunk is volt, ami már máshol ledolgoztunk, azt láttuk, hogy akkor jönnek meg az emberek, azt úgy pakolták a reggelit, mintha nem lenne holnap a kajáldába. Amúgy tényleg 8-ra menni a legrosszabb. Amikor 7-re megyek, olyan hát lehetne az, hogy az szuper gyorsan érek be. El van tolva. Hát az milyen akkor, hogyha besötétedik 5-kor? Csúlyba ezért jártam amúgy is gyalog. Egyrészt olcsóbb is volt, nem volt sok csöves a buszon. Azt még mennyit sétáltál? 25-30 percet. Ja, én 25-30 perc alatt BKV-val érek be, Konti. Oké. Okay. Most ez nem, ez most nem mondasz, ez Budapest. Igen. Na. Hát vidéken tök nagyon biciklivel mennék meg gyalog én is, nehogy azt hinn. A gyalog szerintem valami 2,5 óra lenne. Csemege. Csirke csontot? Én nem adnék semmilyen csirkét kutyának. Hát mondjuk gyalog 1 óra lenne. Ú, genyó, de hát a legrosszabb környéken kéne átsétálni. Szia uramon keresztül. De én csirke hús se adnék kutyának. Mert így a kutyák 90%-a allergiás a csirkés dolgokra. De meg a csontot alapból nem lehet, nem? Vagy nem a csirkecsont a szilánkos? Az a kacsa? Nem tudom, én semmilyen csirkéset nem adnék. Még akkor is, hogyha nem... Tehát nem nagyon van tünet, akkor is előjöhet egy ilyen csirkés akármire, így bármilyen olyan, amit utána szar lesz. Nálunk sem jöhetnek a kutyák csirkésük, mert allergiásokra. Kiúlik a szőre, ezért kivakarja valahol, azt kivérzik, mit tudom én. Hát amúgy nem hős utca, de így... Baromfi tápot? Hát mit tudom én, hát azt mondom, tudja. Valaki biztos ad a csirkét. Nem mindegyik kutya allergiás, gondolom, hogyha így kiderült, hogy nem az, azt azért akkor lehet, hogy valaki azt ad. Hú, az az a nem itt én. Én nem adnék neki. Hát akkor nem akarok játszani. Másobb tankunk sincs. Hát húkolnám fog, de bepikkelem. Hú, és erre van pár baj hősz ki, nem? Hát ezt kipróbáljuk, meglasszózom őket. Hát persze csak a 8 keren keresztül, így ez a Corvin mögöltől a Baros utca, Mátyás Baros utca. Tér, Népszínház utca közepe, és utána a Rákóczi úttól, hát szerintem a Veselényig még nem olyan jó, de aztán már okés. Még valószínűleg, tehát hogy tudom, hogy nem komolyan mondtad a kutya, de mi közel a farkasnak a kutyához, vagy mi?
Na, Conti, topon látod, mekkora összecsapás lesz? Még mindig nem értem az összefüggést. Ez mi az, hogy abból lettek? Nem értem. És ez kb. Olyan összefüggés, hogy mit tudom én, a Varánusz gyíknek a rokona a Tyrannosaurus Rex, nem tudom mennyi százalékba. Azt mégse eszik meg egy felhőkarcolót egybe, vagy nem tudom. Nem veszek komolyan, csak nem értem. Ezért kérdeztem, hogy mi az összefüggés. Mert Chiro azért sokkal jobb troll. Meg Ádám is. Sajnálom, Kuzsi. Mi Ádám trollkodik? Na látod, Ádám a legjobb troll, mert Danka se tudta. Nem, ő teljesen komolyan gondolja ezeket, nem? Aha. Kuzsi, az a baj, tehát semmi baj nincs Kuzsival, az a baj, hogy a mosolyós fejet néha túl sokszor, túl tolja. Azt kell mondjam. És most nem azért, mert most túl tolja, hanem úgy általában. Nem, Kuzsi a repertoáriában... Abból szokta használni, az a baj. Ja, akkor lehet, az a baj. A repertoáriában a mosolyós fej és a mosolyós fej és a... Nem, az, nem. Az eszeveszett bicskanyítogató baromság, amire ráugranak páran, az tényleg elég jó troll, de a mosolygós fej az néha így ennyi. Nem, az a baj, ha. Hogy ő defaulton használja azt, természetesen. Igen. Aha. Tehát, hogyha mondjuk, érted, hogyha Ferinc írja a mosolygós fejet, akkor arról tudod, hogy az a passzív agressziós, és a betudsz a helyére illeszteni egy káromkodást. Én nem, hát Kuzsinál tudom, hogy mi van. Látod például ez, amikor így beírja, hogy tehát ilyet beírja, és akkor így valakinek már nyílik a bicska a zsebébe, hogy mit képzelsz, a gyerek? Kb. De ettől függetlenül a mosolygós fej az, ez mindegyik mellett ott van, hiába mások többé. Na jó, de meddig esnél vissza? Az sem mindegy. Percek. Megzabált egy kekszet, mert mitől lett HP-ja vajon? Na, megpulykáznak. Vissza az egész, nem pulykáznak. Már ment föl vagy le? Le. Mi leszünk veszélybe? Nincsen vardom. Na, szia maga Norma, neked is jó keftelést a játék örömében. Hoppá. Ez mi a tököm? Tudom, mi ez a nagy karperece? Megy lefele a kislány. Sétálok. Én nem. Azt hagyjad inkább. Pedig meg lehetett volna.
Vardolt ki? Félne. Haltam is. Mi? Nincs semmije. Pont halok? Most már nincs semmije. De én nem flash-elt el. Itt a trimbe amúgy valahol. Van mindenem. Hoppá. Lent van, mi? Megölítek? Aha. Nice. Ez igen, gyerkőcök. Mi az pulykázik? Mi az nem jelünk van. Az igen, dunk! Az igen! Ez igen. Nagyon imádkoztam, hogy jó legyen amúgy. Kiszámolta a trash rangéjét. Nem már nincs, de azt vártam, hogy jó helyre ér a barátom. Na, az egy jó kezdés. Jobb, mint az előző bármelyik. Mondtam neki, hogy lasszó bolból. Ugye tolnyat betankolom. Oh, Drovzsi. Hogy hit? Hogy hit? Menj már a picsába! Mennyi bajsz a babázni? Na, vagy a lentőt is. Igazából attól függ, hogy játszunk. Ha agresszív, akkor az a húzószar, mert ugye akkor tudsz nagyot kritálni, vagy csapni. A lentőt is jó, akkor az nagy shield, nagyobb shieldet ad. Nem tudom, vagy elmaxba láttam a jövőt. TD meg a dammia. Kanon. Hopp, misszelte ő is, látod? Au. Az kamu. Meghaltam is, mi? Nem. Azt a genyó. Helyén haltam. Azt a kurva. Ős rúnál van. Igazából is, tehát az én killem is lehetett volna. De jó, hogy túléltem. Ha jobban csinálod? Hát nem tudom, ez hát valószínűleg meg lehetett volna csinálni, de itt most nem érzem azt, hogy... Na, nem tudom. Gyere. Hát futok. Ugye ezt pulykázni is tud. Messze vagyok. Nincs cipőm se. Hát azt hiszem itt vagy. Honnan lennék ott? Hát de hinni a templomba kell. Hát előbb itt voltál. Mi? Mikor? Hát most mondta az előbb. Előbb mentem haza. Hogy lettem volna? Vagy mikor? Sorry. Na, nincs bocsánat. Úristen! Hogy nem volt benne a laser range-be? Megint egy kanon mész, megint. Látom az OK-nak a röhögését a chatem, bassza meg. Az kamu, az megint kamu. Akkor basszálj be!
Lúzer kislány. Nézd meg. Ízados kőklopsz, keci. Ez szarsz. És tényleg az a neve. A Kresszikáriónak a tryhardokja? Ott látod. Nem merem fogadni, még le is tölt közben, hogy neked lassabb legyen a net. Na, nincs itthon. De úgy hagyta, hogy bekapcsolt. Úgy hagyta bekapcsolt, úgy hagyta, hogy minden estére bekapcsolódjon. Persze. Trinda is. Ez katya. Nagyon nagy csöves a Zoe. Ja. Lassát. Hát jó volt a kezdés. De meg is álltunk ott. Igen, erős kezdés után hatalmas visszaesés. Mondja, ki lehet nagy része, csak a top viszi el. Lehetett volna ebből a plétből. Amúgy lehet, hogy mi 8-asok vagyunk átlagban. Amúgy lehet. Meg 7-esek, a Heimer meg 10-es mondjuk. Conti föl kéne mellett, hogy lejöjjön a Jace, mert neki lehet jobb lennünk. És mondta? És vagy tudja ő is? Hát nem, én mondom, hogy lehet azt kéne. Hát oké, de ő tud róla? Nem. Aha. Ez nem tudom, hogy ez mit jelent. Rettentő kellemetlen volt. Azt jól játszották meg sajnos. Hát nem fogja feladni ezt a topot, hanem inkább elfeedem. Hát én nem megyek a vérbe. Akkor szabad le, engedd el, hát most nem tudsz viselni. Elírtad neki, nem azért akkor. Jövök, húzzátok. Hát én két hit vagyok. Az még az lóf, azt képi. Itt jövök melletted, pak. Van is elengedik. Itt jövök. Ott van egy ebből. Finom. Nem tudtam, hogy még van lézered. Mindegy. Vigyed nyugodtan ilyenkor. Nekem, igazából nekem early-ben mindegy amúgy, hogy én kapom meg a két, hogy nem. Csak legyek benne valamiben, mert lézerem akkor előbb upgrade-elődik, aztán könnyebb a lénünk. Nyilván a kill még jobb, de... Jövök, húzd az adikat. Hozd már meg! Uha, az igen. Jó, te kijöttél belőle. Nem biztos, hogy jól lenne visszamennem. Jövök, erre. Hát az nem jó mi, mert neki cipője van. Elérjük? Aha. Hát így főleg. Hát jó.
let's get down to business, give you one more night, one more let's night. Let's get down to business. Million nights just like this, so let's get down to business, mama, please don't worry about me, cause I'm about to let my heart speak, my friends keep telling me. Ez igen, Beko, ez igen. Let's get down to business. Hát nem tudom, hogy az a baj, ilyenkor nem, tehát nem tudom, én úgy érzem, hogy a lolos playerek, vagy legalábbis ezt régen, ezt régenben érzeztem így, amikor honoztam, hogy a lolos playerek akkor is, meg így most is egy csomószor úgy érzem, hogy ők nem tudják elengedni így azt a dolgot, ezt a fix meta laning phase-t, hogy te, hogyha topos vagy, akkor mindenképp topon kell lenned. Nem tudom, ezt meghaltam. Ja, igen, nem rugalmasak. Hogy akkor topra kell mennie, és hogy akkor mindenképp izénie kell. Valamikor csak el kell engedned a lénedet. Valamikor csak így el kell engedned a lényeget. A lénedet nem lesz lassítva annyi, de nem adsz neki killeket. Így farmban sokkal jobb lesz. Nem tudom, pitpang lehetséges. Mindjárt van a múlt is. És úgy éreztem, hogy például amikor honoztam, ott sokkal kevésbé volt ez, mert ott így sokkal jobban érezték azt a playerek, hogy így igazából bárhogy lehet lane, tehát így nagyon sokféleképpen lehet lane-ing. Mi behajtál meg? Piros smite-olt rá. Alapból volt rajta sima piros, rám piros smite-ot, azt még megütött egyszer. Tehát amúgy engem nem is zavar az, hogy mondjuk meghal így mondjuk kétszer vagy háromszor a gyerek. De utána így realizálhatná, hogy két-három halál után már annyival erősebb az ellenfele, hogy nem ő nem maximum csak a torony alatt tud érvényesülni, és még a torony alatt is necces. De mondjad. Mennyi botra farmoljál. Most a topra följövök, hátal megbasszuk, vagy nem? Vissza meg kell? Elmegy. Tudja, hogy rámegyünk, hogy ő van elküldelve egyedül. 8 kéje van. Most a Jace megy oda. Mindegy, jövök én is. Legalább akkor hát ezt. Akkor gyere. Lesz egy kill akkor. Hát ha ott marad. Megjött a TV szerelő. Ezt a botot most beverik, ugye? Behát, de nem baj. Én itt semmit nem fogok tudni csinálni. Persze, senki se fog tudni semmit csinálni, rabadonja lesz a gyereknek 18 percnél. Már úgyhogy nem az első item. Hiába megyek tankra, akkor nem lesz semmi. Bemegyek, azt kitankolok egy hely, mert ultit, az csoki. Mennyi voltam. Szerintem nem tankolod ki. Attól függ melyiket. Az is igaz. Szerintem a turretjének nincsen burst-je. Az? Akkor mit üt? Azért azt sebzett amúgy. Képzett ilyen sokan. Nem figyeltem egy pillanatra, ránéztem a chatre, és ez történik. Jó van akkor. Jó volt. Hát az ennyi volt. Hát, amúgy az MF-ünk, hogyha végig tudod volt 14-et, az nagyon jó. De a Jace-ünk hát, az a baj, hogy most ez kb. Még egy... nem létező player lett. Ez kb. Még egy ilyen 15 percig kéne húzni, hogy legyen valamink. Hát de addig az, hogy annyira betolják. Hát vágom, azért mondom, hogy nem az, hanem. Hogyha csak, mit tudom én, 3 killnél így fogta volna, aztán mondja, hogy na jó, van valaki jöjjön segíteni, vagy valami, vagy csak a torony mögé beáll, és csak az XP-t leecheri. Meg az is 1000-szer jobb lett volna ennél. Most, hogy itt maradnak és megöljük mindet, akkor...
pedig most lehetne fogni. Azt meg a turettjeim megbasznak konkrétan darabokra. Elméletben nincs ultia. Hajrá, nyomjad. Ja, jól itt hagytál. Mi? Meghalok még így is. Hát akkor meg már elméletben van az egyszerűen. Mi? Hát meghaltam volna, azért flasheltem vissza, hogy dodzsoljak. Á, ott kellett volna hagynom az előző game-be. Hülye konti rávett egy lose-ra. Köznánk. Nem mintha ő tehetne róla, de... Van egy kill a Chase-nek. Hihetetlen. Aha, most így a óriási nagy izébe megölt valakit. Egy HP-st. 2 millió pontos a tévészerelő. De az nek tök mindegy hány pontos. Hogyha látom, hogy szopok, akkor nem megyek vissza meghalni. Ez nem kell amúgy semmennyi pont. Amikor négyszer megöl egymás után, akkor... De nem is kell négyszer megöl. Hát, a második, tehát a második halálodnál, így látod, hogy ez nem jó, hátraállsz a toronyhoz. Hát még a harmadiknál még oda megyek. Kábé az első halál után is már látod, hogy akkor kell azt tenni, csak amikor így tudsz, megpróbálsz, meghalsz megint, akkor már azt tenni se próbálsz, hanem megpróbálsz visszajönni XP-be legalább. Hát igazából attól függ, milyen halál. Na most te is egy HP-n voltam, meg ő is, és ő. Hát nekem nem úgy tűnt, hogy a Chase egy HP. De akkor is kb. Ki kell backhand egy itemet, vagy nem tudom, legalább az XP-t. Jövök, csak fussam. Hát azt úgy sem. Ez ennyi volt, én ezt nem tudok ezen csinálni. Jaj, hát ez már vége van rég. Most hát nem rég, de 3-4 perc. Akkor elvitték az én hibet. Már, tehát ha csak azt mondom, hogy a Heimerdinger lenne a problémánk, de hát még egy Tryndamere is van, meg mit tudom én. Hát igen, meg a Heimer rám 5 szintet ver. Hát mindenkire. Nem csak 2, de az is nagyon sok. A Tryndamert rám 2-t, vagy 3-at. Mehet a report a JC-re. Na, én azt mondom, hogy ez Kuchin ment el, mert a nem elfogadott, és neki általában igaza van. Bezek, ha csemege rakott volna, vagy ki szokott olyan nagyon áll neki lenni, hogy mindig pont a másik történik? Nézd meg. Ki van az ilyettől a gyerek? Azt nézd, húre, azt mindenki, beírom lengyeli, de durván beírom lengyeli. Nem, csak ki szokott akkor az lenni, aki mindig azt mondja, hogy na jó, srácok, szavazok a lose-ra, hogy win legyen, és általában akkor tényleg nyerünk. Nem tudom. De miért viszont, hogy úgy, tehát ez Francis, ez nem izé ez. Amint értem, amit mondasz, de tehát ettől függetlenül a toposnak a feladata kb. Az annyi lenne, hogy, és hát nem, tehát bármilyen szóvalének a feladata az lenne, hogy ne dögöljön meg, hogyha szarul áll. Többször, mert akkor annyira buk. Tehát hogyha mondjuk boton meghal valaki, akkor azt mondod, hogy hát ez nem jó, de legalább a másik emberet tud XP-t vinni, és akkor legalább szólba szedet XP-t. De szólulina meghal valaki, akkor jungler oda tud menni, azt vinni az XP-t. De hogyha úgy hal meg, hogy topon, és még a jungler mondjuk nem volt ott, teljesen mindegy, hogy a jungler hívájából, akkor kb. Így az egész lane bukó, mert ugye ő nem kap XP-t, a többiek se viszik el azt az XP-t, azt a pénzt se viszi el senki, ez duplán bukó.